Sipos József álma valóra vált. A Lecsó Fesztivál atya kezdetekkor azt vizionálta, hogy eljön majd az az idő, amikor a székesfehérvári igazság az ország egyik legnagyobb gasztro találkozója lesz. 19 esztendő múltán elmondhatjuk, így történt. Idén is bebizonyosodott, hogy a Lecsóhoz gondolat is kell, hiszen egy ilyen találkozón a füstszőtte világban dalcsokrokkal, Bogrács közelben közelíthetünk egymáshoz, mert a Lecsó mindenkié. Idén 400 csapat mérettette meg magát, és a bográcsokban rotyogó finomságok több ezer embert csaltak ki a szeptemberi napsütésbe. Cserpakovics András polgármester a hagyományokhoz hűen végiglátogatta a főzőhelyeket és megerősítette, fontos, hogy ilyen könnyed találkozókon is tovább épüljön a város közössége. Sipos József valahonnan most lát minket, akkor azt hiszem, hogy örül a szíve lelke, és nem akármit hoztak létre. Most már egy gyönyörű hagyomány, az egyik legnagyobb gasztrofesztivál az egész országban. Most is több száz csapat, sok-sok ezer ember, gyönyörű idő, jó szórakozás, sok mosó, jó beszélgetések. Ez a Lecsó Fesztivál. A közösség és kulturális központ munkatársai ebben az évben is sokat tettek azért, hogy a Lecsó főző igazság idén is elfoglalja méltó helyét a magyarországi gasztrofesztiválok sorában. Közel 400 csapat főz most itt a belvárosban, különleges lecsókat. Nagyon sokan regisztrálták a zsűrizésre a lecsójukat, úgyhogy a zsűrinek sem lesz egyszerű dolga, hiszen sokan szeretnék ezt meg is kóstoltatni a zsűrivel, amiről döntést fog majd hozni a zsűri. Az eredményhirdetésen a rangos eseményt köszöntő alpolgármesteri gondolatsor a múltból indul ki, hogy megérkezzen a jelenbe és megmutassa a jövőt, majd átadta az elismeréseket és jutalmakat a győzteseknek, akik teljes joggal borulhattak egymás nyakába, hiszen tájaikon minden szempontból különleges és egyedi vagy nagyon is régi ízvilággal jelentkeztek. A Lecsó Fesztiválnak nem csak gasztronómiai értéke van és gasztronómiai jelentősége a városunk legnagyobb gasztronómiai fesztiválja, hanem az egy igazi közösségépítő ereje van és egy közösségépítő tevékenység. A legdekoratívabb főzőhely címmel az elmúlt évhez hasonlóan a Tálos Edit Alapítvány csapata büszkélkedhet. Az év legjobb lecsójának járó elismerés is gazdára talált, a kicsit füstös, de minden egyéb szempontból felhőtlen igazságon. A zsűri döntése alapján a főzőversenyt egy Móri Isztiméri család baráti társaság nyerte meg, és Hodos Cibor Dominika lett a lecsó királynő. Ezt a receptet a saját ízvilágunk által hoztuk létre, és mi a sokat járunk külföldre, és szeretjük az arab fűszereket, így úgy gondoltuk, hogy egy kicsit megfűszerezzük, és létrehozunk egy nemzetközi ízvilágot. Idén végérvényesen bebizonyosodott a lecsó, mint étel egy tőrölmetszett szeretett provokátor, hiszen alig volt Fehérváron olyan ember, aki ne hagyta volna otthon gondjait a kicsit füstös, de minden más szempontból felhőtlen napkedvéért.